Korábban a rendőrök őrizetbe vettek egy jászkíséri dílert, most a karcagiakon volt a sor. A karcagi rendőrkapitányságon folyamatban lévő eljárásban gyanú merült fel arra vonatkozóan, hogy két helyi férfi egymástól függetlenül a városban kábítószer kereskedelemmel foglalkozik, és füst, valamint kristály nevű szerrel látják el a fogyasztókat. A rendőrök a 24 és 27 éves férfit elfogták és előállították a rendőrkapitányságra. A nyomozók mindkettejüket kábítószer kereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki. Őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. A lakásukon tartott kutatás során több gázriasztó fegyvert, légfegyvert, mérlegeket és droggyanús anyagot találtak a rendőrök. Vagyon visszaszerzés keretében pénzt, több mobiltelefont, tabletet, laptopot, órát, aranyékszert és egy gépjárművet foglaltak le.